Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az ő gondolatait itt középen látjuk, itt felül és alul. Ez a kép szimbolizálja a sors kerekét. Itt lesznek nála sorsdöntő változások és döntések. Ha én megtekintem ezt a képet, akkor számomra olyan, mint az utak. Vannak lehetőségek, vagy ezen az úton halad, vagy ezen az úton, ő fontos döntések előtt áll. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz az ő gondolataiban, mint egy királynő. És mint királynő uralkodsz a tűz eleme felett. Kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet és a szenvedélyeket is. Mivel ő még bizonytalan, vagy bátortalan, nem tudja, hogy milyen irányba haladjon, szüksége van a te segítségedre, hogy te biztasd őt, igen, ez a jó döntés, haladj ezen az úton. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Miután te segítesz neki, és lesz egy irány, akkor lesz nála egy új kezdet is. Hiszen ez a kép is jelenti a tűz elemét és az első lépéseket. Megvan nála a bizalom, hiszen tudja, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban megvan írva. De azért vannak korlátozások, különösen ami az anyagiakat illeti, vagy a munkahelyi dolgokat. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Az erő jelenti azt, hogy vagy te adsz erőt számára, vagy ő segít neked. Itt lesz mozgás, lesz egy új irány. De a képen látható, hogy azért ő még kicsit türelmetlen. És te, mint királynő, megjelensz itt újra, és uralkodsz a föld eleme felett, te ott vagy a háttérben, mint egy biztos kapcsolat. Te adod számára a nyugalmat, a biztos helyzetet, és pontosan ez ad erőt számára. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt látható a mozgás, egy irányváltozás, hiszen az egyik partot már elhagyta, vagy tervezi, hogy elhagyja az egyik partot, és lezárja a múltat, evez egy új irányba, egy új part felé. Itt megvan a hitem. Érzi azt, hogy minden jóra fordul. Sőt, esküszik arra, hogy a terveit eléri, nem adja fel. Itt minden úgy lesz, ahogy a csillagokban megvan írva, és a csillagok szerencsét hoznak, és itt van a szerelem. De a háttérben van valaki, aki úgy figyelget benneteket, féltékeny vagy irigy rátok. Itt látható, hogy vannak az anyagiak terén még korlátozások, vagy a munkahelyén, de azért rendezi az anyagi dolgokat.
itt is a szekér látható, tehát előre mennek a dolgok. Itt ugyan nem a szekér van, hanem egy lovas hintó, de a jelentése ugyanaz. Itt lesznek változások, lesz mozgás, előre mennek az események, és itt ennél a kártyánál az látható, hogy ő lépéseket tesz, irányítani fogja a dolgokat, ami itt is látható. Itt benne vagytok még egy szűkös helyzetben, de ez nem marad így, hiszen ez a kártya jelenti a felszabadulás érzését is. Itt te vagy az uralkodó nő, te vagy a biztos háttér, te nyújtod számára a nyugalmat, és szüksége van rád. Te uralkodsz most a helyzeten. Itt vannak még kihívások, amit meg kell oldani, itt vannak még küzdelmek, de megvan a bátorság, lesz egy új irány, változtattok valamit a helyzeten. Az ő jelenlegi helyzete, itt közeledni fog hozzád, átnyújtja az arany kelyhet, és az jelenti az érzelmeket, kimutatja az érzelmeit. A te jelenlegi helyzetet. Itt a kezedbe veszed az arany érmét, ugyanúgy, mint itt egy királynő, tehát ügyelsz az anyagiakra, tisztába vagy a saját értékeiddel, hiszen te is tudsz nyújtani másoknak valamit. Ez nem biztos, hogy az anyagiakat jelenti, hanem a tehetségedet, a tudásodat, a belső értékeket. Ez a kártya lehet egy lehetőség is valamit javítani az anyagi helyzeten, vagy lehet egy munkahelyi változás is. És ez volt az általános jóslás. Persze megvan arra a lehetőség, hogy kérjétek tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az jóslásonként 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!